Karácsony közelettével szervezett gyűjtést a Keresztény Demokrata Néppárt EGRI szervezete. Az akcióba bekapcsolódott az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, számos vállalkozó és magánszemély. Az Egererdő például 25 családnak ajánlott fel karácsonyfát. Emellé tartós élelmiszercsomagot is kaptak a rászorulók. Az iskolákban egész közösségek fogtak össze a cél érdekében, ajánlottak fel az osztálypénzből, illetve szülők, pedagógusok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nem csak helyi, de kárpátaljai rászoruló családoknak is gyűjtöttek. Kárpátaljára több mint 10 mázsa élelmiszert, emellett szaloncukrot és gyermekjátékokat is eljutottunk. A Munkácsi Katolikus Karitász szervezet volt az átvevő, ő gondoskodik a rászorulók részére történő átadásról, szétosztásról. Az adományokat a Segít a Város Alapítvány szállította ki a rászorulók részére, mind Egerben, mind pedig Kárpátaljára.